Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan! Papa régi székét! De hát ez antik darab! Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Viszlát! 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 Mama, odaadtad papa székét. Ssss, egy szót se, észre se veszi. Ma van a jótékonysági vásár. Szia! Csókolom, nyúlnéni. Peppa, hogy tetszik ez a szék? Elég ócska, de talán megfelel tüzelőnek. Az antik darab. Igazán? Papa szerint nagyon sok pénzt ér. Igazán? Akkor drágábban adom. Viszlát! Sziasztok! Szia, Peppa! Te mit hoztál, Suzi? Én az ápolónő jelmezemet. Én a papagájos léggömböm. Én a játék majmomat hoztam. Hiányozni fog a Krampuszom. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, majd máskor megyünk ki a játszótérre. Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre? Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre? Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megtalálta a kacsák tavát. Ez szerencse! Igen, micsoda szerencse! Papa, kacsa néni köszönetet mond. Szívesen, kacsa néni! És most keressük meg a házunkat. Biztos, hogy erre van. Halló! Hallottatok valamit? Igen, valaki azt mondta, hogy... Halló! Nyuszi mama az Rebekával és Richarddal. Szia, Peppa! Eltévedtünk! Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Danny, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Danny és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppájékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel.
Köszönjük, kutyanagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtunk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem, csak semmi pánik, báránymama, már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi, eljöttünk segíteni. Hurrá! Zsoli megtalálta Pedro szemüvegét. Ó! Ne butáskodj, Zsoli! Tessék! Köszönöm! Pedro, miért hordasz szemüveget? Mert muszáj. Az optikus mondta. Mi az az optikus? Az én papám optikus. Ő ellenőrzi, hogy jól látsz-e. Hogyan? Belenéz a fejedbe? Szemvizsgálatot végez. Megvizsgálja a szemedet. Igen, vizsgáld meg a szemem. Rendben. Érdekes. Hunyd be az egyik szemed, és mondd meg, hogy mit látsz. Hogy mit látok? Zsolit. Most hunyd be mindkét szemed. Így nem látok semmit. Nem lát semmit. Rendkívül érdekes. Akkor neked szemüveg kell. Ó, igazán? Igen. Pedro, indulás haza! Szia, Pedro! Hey. Sziasztok! Mama, nekem szemüveg kell. Micsoda? Pedro megvizsgálta a szemem, és rosszul látok. Nincs a szemednek semmi baja. De mama, amikor behúnytam a szemeimet, nem láttam semmit. De hát behúny szemmel senki nem lát semmit. Ó! Honnan veszed, hogy szemüvegkel? Pedro ért a szemüvegekhez. A papája optikus. Rendben. Akkor elviszünk szemvizsgálatra. Már mehetünk is. Zsoli, te is szeretnél szemvizsgálatot? Nem! Én tudom, Zsori, hogy tud buborékot fújni. Másd a pálcikát a keverékbe, aztán emeld fel, és lengesd. Buborék! A fucs úgy még jobb. Várj meg! Zsoli élvezi a buborék fújást. Peppa pedig a kipukkasztásukat. Imádom a buborékokat. Ó, jaj, elfogyott a keverék. Papa! Mama! Elfogyott a keverék. Ne aggódj, Peppa. Van egy ötletem. Mama, hozz egy vödröt, légy szíves. Már is, papa. Peppa, te hozz szappant. Már is, papa. Zsoli, te a régi teniszütőmet. Vödör, szappan, teniszütő. Mit csinál, papa malac? Először kell egy kis víz. Aztán szappan. Most pedig kérem a teniszütőt. Köszönöm. És most ezt nézzétek. Papa malac buborékfújó keveréket készített. És most gyertek! Vigyázz, papa malac, nehogy eles! Nem lesz bajom! Mindenkinek van saját akasztója.
ez a tiéd, Emily? Emily a saját fogasára akasztja fel a kabátját. És most, Emily, mit szeretnél csinálni? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Nem is tudom. Talán építőkockázni. És a többiek? Festeni, gyurmázni, vagy építőzni? Építőkockázni! Nézze meg oda! Ma népszerűek az építőkockák. Mindenki Emily mellé akar ülni. Emily, rakd az egyik kockát a másikra. Így. Jobb, ha egymás mellé pakolod őket. Ne, így csináld, Emily. Miau. Így kell csinálni, Emily. Ne. Ne, Emily, így kell. Mind segítőkészek vagytok. De Emily, te hogy szeretnél játszani? Nem is tudom. Talán így. Hű! Emily elefánt ügyesen épít. Jöhet a játék. Hurrá! Emily, van kedved kint játszani a többiekkel? Igen, van. Megmutatja neki valaki, hogy hol játszunk? Igen, Gazella néni. A szünetben Peppa és barátai a kertben játszanak. Nem tudsz elkapni! Wow, wow. Nagy zaj csapnak. Próbáljuk ki, hogy ki a leghangosabb. Jó, én kezdem. Squeak, squeak. Ez jó hangos volt. A következő Zoé zebra. Fagylalt! Fagylalt! Nyúl néni az, a fagylaltos. Jó napot, mama malac! Jó napot, Nyúl néni! 4 fagylaltot kérünk. Köszönjük, Nyúl néni! Zsoli, elfelejtetted becsukni az ajtót. Poli biztosan elrepült. Ne félj, Peppa! Poli biztos bent van még. Poli nincs itt. Ó. Poli miattad szökött el. Nagypapi és nagymami szomorúak lesznek. Szerintem nézzünk szét a kertben. Nézzétek, az mi? Vajon mit lát mama malac a kertben? Poli az! Hurrá! De papa, hogy hozzuk le Polit a fa tetejéről? Ne félj, Peppa! Majd én megmentem. Gyere, Poli! Kérsz egy csészetát! Jajjaj, Poli még feljebb mászott. Ajjaj. Vigyázz, papa, nehogy lees, ahogy mindig szoktál. Tudod? Ne aggódj, Peppa, óvatos leszek. Gyere, Poli! Zsoli vajon hová megy? Zsoli hozott Polinak eledelt, Poli pedig szereti azt. Zsoli lecsalta Polit a fáról. Hurrá! Mi ez a zaj? Papa malac mobiltelefonja csörög. Mi? Halló? Nagymami! Szia, papa malac! Beszélhetnék Polival? Milyen csodás piknik! Zsolival elmehetünk az asztaltól? Zoéval játszani? Igen, Peppa! Zoé, elhoztam Macit! Én a majmomat! Dino! Hoztam egy piknikes készletet. Játszunk akkor pikniket! Ó, a kacsák! Mindig előjönnek, amikor piknikezünk. Játsszuk azt, hogy ez a narancslé. És mondjuk, hogy ez sütemény. Mondjuk, hogy ez torta. Nagyon finom. Ó, jaj, a kacsáknak nincs kedvük tortásat játszani. Nem baj, itt több marad a majomnak, Dino bácsinak és Macinak. Nagyon finom.
Majom azt mondja, hogy ez nagyon finom süti. Peppa, Zsoli, indulás haza! Szia, Zoe! Sziasztok! Mindenki megvan? Igen, Papa Malac! Nekünk is ideje hazatérni, Zoe. Igen, Papa. Csészék, tányérok, majom, Maci. Jaj, nem! Neked nem szabadna itt lenned. Peppa ott felejtette Macit. Megint. Peppáék éppen hazaértek. Mára eleget autóztunk. Alig várom, hogy leülhessek, ellazuljak, és megnézzem a... Maci! Ott hagytam Macit! Ó, Peppa! Most Papa Malacnak vissza kell vezetnie a tisztásra. Igen, már is. Zebra bácsi az, a postás!